Április 20-a reggelén szeretettel köszöntjük nézőinket. A mai napon minden bizonnyal sok szó esik majd környezetünkről, földgolyónkról. Délután ismét több ezer bringás kerekezik majd át Budapest belvárosán át, mindez pedig történik a Föld napja alkalmából. 2008 abban is különleges, hogy nem csak a Föld napját ünnepeljük hivatalosan holnap után, hanem a Föld évét is az ENSZ kezdeményezésére, az UNESCO támogatásával. Nézőink figyelmébe ezúttal a Természettudományi Múzeum Jégkorszak című kiállítását ajánljuk, amely elsősorban természetesen a globális klímaváltozásra hívja fel a figyelmet. A Ludovika téri múzeum ma családi napra hívja az érdeklődőket. S hogy a mitológia világ mit tart bolygónkról, a Földről, nos, erről beszélgetünk néhány pillanat múlva Juhász Árpád kollégámmal. Egy aszték mitosz szerint az istenek a földistennő hajából megteremtették a fákat, a virágokat és a füveket. Pejhes bőréből megszülettek az egész parányi növények és virágok. Földistennő csodálatos két szeméből megeredtek a források és a patakok. Szájából nagy barlangok teremtődtek, orlikaiból völgyek, vállaiból pedig hegyek. És hogy milyen szép a mi anyanyelvünk, ugyanis föld alatt nem csak a nagy földgolyóbist értjük, hanem az anyaföldet is. Azét a földét, mely a világ anyai őseleme, s amely létrehozza és táplálja az élőlényeket, embereket és állatokat egyaránt. Kicsit mitologizálunk is a következő percekben Juhász Árpád kollégámmal. Szép jó reggelt, szervusz Árpád! Hát sok évezrede tart az a vita, hogy mi volt előbb, nem a tyúk és a tojás, hanem mondjuk az ég és a föld. Hát ugye... A föld, Gaia, a feleség, és az ő férjúra pedig nem volt más, mint Uránosz, azaz az ég. Nem tudom, hogy ebben a sok évezredes vitában te hol foglalsz állást, hogy mi lehetett előbb, a férj, vagy a feleség, ég, vagy a föld? Hát a mitológiában is úgy van, hogy abból az káoszból szakadt szét a kettő. Ugye ez azon múlik, hogy... A mai modern ember mit gondol arról, hogy mi az, hogy ég, és mi az, hogy föld? Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a kettő nem létezik egymás nélkül. Szervesen is összefonódtak az evolúció első másodperceitől kezdve. A föld... Persze nem, azt akkor hozzá kell tennem, hogy nem mindig ilyen volt a légkör, a levegő se, az ég se. Hiszen valamikor a megszülető Földet, olyan durván 4,6 milliárd éve, egy olyan légkör vette még körül, amelyiken nem lehetett volna látni az eget, a csillagokat. Mert egy körbe a Vénuszhoz hasonló, a Vénusz légköréhez hasonló burok vehette körbe a Földet. És nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen maga az élővilág, amelyik rejtélyes módon elterjedt ugye ezen a bolygón, volt az, amelyik évmilliárdos sziszifuszi munkával tulajdonképpen létrehozta a mai oxigénes légkört, és egyúttal azt a panorámát is, amit mi akár itt a Földről, akár az űrhajósok a világűrből, hát a kozmoszról láthatnak. Mindennek van ugye eredője, origója, és hát a Földnek is van köldöke. Földrajzilag hová helyezhetjük ezt a köldököt? Hát ez minden kultúrában, civilizációban arra a helyre esett, ahol éppen az a nép élt. Mondjuk például a Quechua indiánoknál és az Inka birodalomban Cuscót tekintették a Föld a világ köldökének. Egyébként, hogy az emberiség számára mennyire a Föld volt a világ, azt jelzi mondjuk az is, hogy
világjárás, világutazó, a világ legnagyobb folyói, a világ legnagyobb gleccserei, tehát nagyon sokszor az ember nem gondol arra, hogy a világ nem korlátozódik a Földre, és az egész magyar nevezéktan ezt a két fogalmat nagyon sűrűn összekeveri. Úgyhogy mondjuk itt a kecsóák mellett és a inkák mellett maradunk, akkor Dél-Amerikába kéne elmenni a köldököt keresni. De szinte minden népnél voltak egy kicsit hasonló helyek, amelyek ilyen szülőhelyeként tekinthetők az ő kultikus földszületésüknek. Hát például ilyen a görög mitológia szerint ugye a Delfoi, és hát a bizonyos híres jóslatokhoz kötődően, hát hogy mi mindent köszönhetünk egy-egy jósnőnek, létezett bizonyos Pítia jósnő, és hozzá kapcsolják a híres Delfoi jóslatot, miszerint a jósnő babérlevelet rágcsált, úgy várta az Isten megjelenését. Ettől aztán önkívületi állapotba került, félig elvesztette öntudatát, töredezett szavakat mondott. Mellette papok álltak, a töredezett szavakat ők egészítették ki, mondatokba fűzték és legtöbbször versbe, hexaméterekbe öntötték. Valóságos találós kérdések Pítia jósnő jóslatai, aki okos és felfogja a rejtett értelmét, annak törekvéseit siker koronázza, aki viszont félreérti, menthetetlenül elbukik. Nos, Temisztoklész megértette, hogy favárakon hadihajókat ért a jóslat, így megerősítette Athén hajóhadát, és Szalamisznál tengeri csatában győzte le a perzsákat. Nos, hát Trencsényi Valdaffer Imrének is köszönhetően, hát azért most már képünk lehet, hogy egy jósnőnek milyen hatalma, milyen tudása van, bezzeg mennyire kellenének ma is ezek a jósnők. Ha csak nem manipulálták őket. Hát, ha csak igen. Tudni kell egész biztos, hogy manipulálták. A tábor, ugye itt tudni kell azt, hogy Delfoi vagy Delfi környékén ott a különböző nagy érkező küldöttségek, városállamoknak a küldöttsége és így tovább, azok sorba álltak, hogy bejuthassanak majd a jósnőhöz. Közben ott táboroztak, kommunikáltak, ettek, ittak, tehát a papok kvázi elvegyülve ebben a tömegben nagyon jól mondjuk megtapasztalhatták, hogy milyen vágyaik vannak az egyes városállamoknak, milyen célkitűzéseik lehetnek, tulajdonképpen mit várnak, milyen jóslatot a jósnőtől. Tehát itt nagy valószínűséggel ezek nagyon alaposan előkészített jóslatok voltak, amelyeknek csak, hogy így mondjam, a kommunikálása tartozott a jósnőre. Egyébként ugye ez valószínűleg egy ilyen révült állapot lehetett, amelyben ő elmondta ezeket a jóslatokat, és érdekes módon az egymással gyakran hadakozó görög városállamok ezen a helyen mindig békét kötöttek, ott tilos volt a fegyvereket használni. Sőt, tulajdonképpen az amfiktionoknak a tanácsa, azok olyasféle rendeleteket hozott, mint amilyen végeredmény az ENSZ, vagy az ENSZ-nek a különböző szervei fogalmaznak napjainkban. Tehát például, hogy a kutaknak a vizét nem volt szabad háborúk idején sem megfertőzni, hogy hogyan kellett bánni a sebesültekkel, a bármilyen mondjuk esemény során történt véletlen balesetek során milyen szabályokat kellett betartani. Tehát meglepő módon, ilyen nagyon régi korban is megszülettek azok a kompromisszumok, a megegyezések, amelyek nélkül az a térség, amit akkor majdnem, hogy globálisnak lehetett tekinteni, ma csak egy pici mozaik kocka a kompozíción, tehát amelyik térség ugye számára ezek tulajdonképpen törvények lettek. Nagyon érdekes ez egyébként, hogy ma egy ilyen földnapi alkalommal az ember csak ugyanazt tudja egy kicsit nagyobb dimenzióban elképzelni, amit ők már akkor kitaláltak, hogy hogyan lehet megúvni az ivóvízkészleteket világszerte. Hát igen, belegondolok néha, hogyha köztünk lenne még ez a jósnő, akkor mit jósolna, hogy vajon meddig maradunk még 6 milliárdan, csökken-e vagy növekszik-e ez a száma? Biztos, hogy növekszik. Igen. Biztos, hogy növekszik. Ugye nem lehet tudni pontosan, hogy mennyire sikerül az emberiségnek egy kicsit korlátozni, lassítani ezt a növekedést, de hogy még tovább nő az emberi populáció a Földön, az egész biztos. Ezt minden előrejelzés egyhangúan állítja. Ez azt jelenti, hogy miután a természeti erőforrások nem növekednek,
végesnek tekintetők az ivóvízkészletek, sőt, belőlük egyre többet tulajdonképpen elszennyez az ember, tehát saját maga számára ihatatlanná teszi. Ezért ezek kulcskérdésé válnak ebben az évezredben. Örömmel jelenthetem, hogy Abigail és az Árkodi Matula Leánynevelő Intézet szelleme tovább él 2008-ban is. Szabó Magda közel 40 éve megírt ifjúsági regénye kimerem jelenteni, hogy a hazai televíziózás legsikeresebb tévésorozataként él emlékeinkben. A mai Vitai Georginák, Torma Piroskák, König tanárurak, Horn Micik és Zsuzsanna nővérek most a színpadot népesítik be, sőt, mi az, hogy? Végig is éneklik a teljes előadást. Mert hogy a közelmúltban bemutatták az Abigail musical változatát a Thália Színházban. Szeretettel köszöntöm az egyik Vitai Georginát, Vágó Zsuzsit, és az előadás rendezőjét, Somogyi Szilárdot. Szervusztok, jó reggelt kívánok! Illetve hát, hogy stílszerű legyek, akkor jó napot kívánok Isten áldásával! Ugye a filmben ez már szállóige lett, ez a köszöntési mód, és azért ez igencsak meghökkentő vállalás volt itt az elmúlt egyesztendőben, háromnegyed évben. Szilárdhoz fordulok, mert hogy igencsak redőzött a homlokod, amikor még tavaly nyáron találkoztunk itt a stúdióban, és szóba került, hogy akkor már lesz valami Abigailből, mert hogy szerintem két televíziós ikon van, amit ha 822. ismétlésben vetítenek, akkor is megnézünk. Ez a Tanú, Bacsó Péter filmje, illetve az Abigail sorozat. Volt-e valami félelem vagy tartás, hogy hogyan is fogadja majd a közönség, de legfőképpen az Abigail egykori szereplői? Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ha ezzel akartunk volna foglalkozni, akkor bele sem merünk vágni. Tehát ez egy iszonyatosan nagy vakmerőség volt a részünkről, és én azt hiszem, hogy ez egy tisztelgés valahol az elődök előtt, hogy ez így most megszületik, és mi pontosan azt próbáltuk ebben az egész történetben kihangsúlyozni, hogy mi nem akarunk más csinálni, mi csak egyszerűen a zene nyelvén szeretnénk megfogalmazni ugyanezt a történetet, oly módon, hogy igenis azt mondjuk, hogy Szerencsé Éva nagyszerű volt, és felejthetetlen alakítást nyújtott, Rutkai Éva felejthetetlen volt, Garas Dezső hát szárnyalt ebben a szerepben, és nagyon jól esett, amikor csináltunk egy közös osztálytalálkozót, hogy nagyon-nagyon nagy szeretettel fordultak felénk ebben a tekintetben. És az is jelent valamit, hogy rengetegen eljöttek erre az egykori osztálytalálkozóra, és a premiéren is ott volt például Schubert Éva, Garas Dezső, Kovács István a lányok közül, Zsurs Kati, Egri Kati, Dzsupini Bolya, tehát voltak. Jó páran. Tehát akkor ezek szerint révbe ért úgy az előadás, hogy elfogadták és megszerették őket. Más, mint a film. Hát más, mint a film. Nekünk kétszer egy órába kell elmesélni, vagy kétszer 75 percbe kell elmesélni azt, amit ők négy részen keresztül meséltek. Tehát sokkal pörgősebb a története miatt, ugye, mert össze van sűrítve az anyag. És hát erről talán a Zsuska tudna mesélni, hogy neki ez milyen, hogy mennyit van a színpadon, mert ez az őrületek határa ez, amit ő művel véghez visz. Tehát ez a fizikai non plusz útra, és leborulunk a nemzet nagyság előtt, mert tényleg. Igen, azt hiszem, hogy nem nagyon tudsz pihenni az előadásban, mert talán két jelenet van, amiben nem vagy benne. Igen, és azok is elég rövid jelenetek azért. És azok alatt is gondolom öltözni kell, átöltözni. Igen, gyors öltözés van, hát a második felvonás, igazából mind a két felvonásban az elején vannak így öltözések, illetve nem, bocsánat, az első felvonás elején van gyors öltözés, ott nagyon gyorsan kell, illetve ott egy titkos kis átöltözés és hajazás van egy paraván mögött, ahol is a kolléganők, illetve neves színésznők segítenek nekünk, Vágó Bernadettnek, a barátnőmnek, aki a másik Vitai Georgina. Barátnő, és nekem... Bocsánat, mert két vágólány játszik benne, tehát nem tudom, hogy testvériség vagy barátság van a két vágólány között. Érdekes, mert ez a barátság, ez olyan, mintha testvérek lennénk. Tündérmesét ki hinne még úgy, hogy eldobták. Volt egy család, volt sok barát, s itt egy börtön várt.
Egy kőszobor a kertben, nevetni volna kedvem. Bolond ez, mint most kell a hit, csak hogy túléljem. Nincsenek csodák, az élet megy tovább. A múltam semmi más, egy ketté tört világ. Nincsenek csodák, lépnem kell tovább. A gyermek szív hitét, mi eddig bennem élt, végleg szétszúszta egy kéz. Porszem, bocs, ennyit érsz, most bárki néz rám, egy kis senkit lát, és nem azt, ki voltam rég. Hamis reményt, hazug reményt, miért is táplálnék? Dacolni kell, nem érdekel a sok jó szándék. Egy kőszobor a kertben, nevetni volna kedvem. Az nem segít bolondok, mint hogy kell túléljem. Vadon a világ, felnő magától, legyen az apám bármilyen távol. Nem adhatom mégsem föl, elzárva az élettől. Itt ez az átkozott hely, harcolnom kell. Nincsenek csodák, lépnem kell tovább. Míg van bennem erő, míg tart a bátorság. Mert nincsenek csodák, hogy szívem megfosztják. A legszebb álmoktól, és vigasz nincs sehol. De a világ most így egész, porszem vagy, mégis élsz. Ha bárki néz rám, egy kis senkit lát, és a lány, aki félt, már nincs többé. Nincs már. Hát nekem is egy édes teher szakadt a nyakamba 2004-ben. És onnantól kezdve végül is az éjjelem nappalom az Abigail körül forgott. Egyrészt kitalálni, hogy mikor lesz egy olyan lehetőség, hogy bemutassuk ezt a dolgot, mert hogy profi színházi körülményeket azért megérdemel ez a produkció, és hál' Istennek az Operettszínház ugye fölkarolta, és Kerényi Miklós Gábor azt mondta, hogy na vágjunk bele akkor ennek a dolognak, meg kell történnie, és 2006-ban tudtuk elkezdeni írni. Tehát addigra állt föl a team. Tehát addigra találtuk ki azt, hogy akkor a Kocsák Tibi lesz a zeneszerző, a Miklós Tibi lesz a dalszövegíró, én magam leszek a librettista, és hát nagyon kellett egy külső szem a tanár úr személyében, aki dramaturgiailag úgy terelgette ezt a történetet. Mert ez nagyon nehéz volt. Tehát az, hogy mi ezt a 600 oldalt fel akarjuk dolgozni, az ki kell találni valami olyan furcsa dolgot, amit a flashback technika lett végül is, hogy megadja a rendjét ennek a szertartás színháznak, hogy már pedig ez egy visszapörgetett esemény, és időbe térbe odaugrunk, ahova nem szégyelünk. És a játékszabályokat mi letisztázzuk ennek a darabnak az elején, és a néző utána tud velünk jönni. És innen jött az ötlet, hogy akkor a Gina szemszögéből legyen az egész. Ezért nem jön le a színpadról, többek között. Sajnos fél évvel egy kicsit a premier úgy túlcsúszott, hogy a Szabó Magda már nem érhette meg, de valamit látott, hallott, valami kis részt? Csináltunk egy ilyen kis demo CD-t, ami végül nem jelent meg kereskedelmi forgalomban, és a Nincsenek csodákat, ami a Vitai Georginának az egyik szólódala, illetve a Két szívet, ami a duettjük Kuncz Ferivel, és a Szent Karácsony nótát, ami a Zsuzsannának az egyik nagy megjelenési lehetőség, ezt a három számot elküldtük neki még novemberben, és akkor a Tasik Gézával én beszéltem, hogy na, mit szellemi örökösével. Igen. Beszéltem, hogy mit mondott Magda néni, és akkor mondta, hogy nagyon-nagyon boldog volt, és nagyon megkönnyezte a dolgot. És ez nekem nagyon, végül is egy, azok a találkozások, amit az írónővel nekem volt, az kitörölhetetlen lesz. Tehát azt kell mondjam, hogy mind személyiségemben is úgy érzem, hogy nagyon sokat változtam. Sokkal türelmesebb lettem, szerintem a próba folyamat alatt is, mint az előző történetekben. És az egészet valahogy belengte Magda néni szelleme. És ez nagyon-nagyon szép volt.
Tehát ahogy mi együtt bírtunk őszintén sírni és őszintén örülni egymásnak, hogyha jól sikerült egy jelenet, nagyon ritkán a mai színházi világban. Hát talán volt a Magda nénivel is egy olyan szellemi közösséget, hogy mind a ketten nagyon erősen építitek a műveitekbe a szakralitást. Tehát te túl vagy a Mária evangélium a rendezéseden, az oltári srácokban. Tehát mindegyikben azért a hit, a kegyelem közvetítés azért fontos a te számodra. Igen. Ez egy izgalmas dolog az én életemben, és valószínűleg, hogy még ilyenek fognak sorozatba jönni, mert ezek engem úgy megtalálnak. Tehát én nem keresem ezeket a dolgokat, hogy most ez vagy az, hanem ezek úgy jönnek. És talán a közös nagyon bennünk az, hogy ugye Magda néni is pedagógus volt, és az én családom az egy pedagógus család. És nekem nagyon szimpatikus volt, hogy én ugyanazokat az értékeket hallgatom végig az írónőtől, mint amit az édesanyám nap mint nap a fejembe vert. És az édesapám nap mint nap elmondta, hogy kisfiam csak becsülettel, egyenes gerincsel és stb. És ez ugyanez belekerült ebbe a dalabba. Hát a jellemnóta az édesanyám és az édesapám arcpolitikája. Érdekes az enyém is, mert az én szüleim is pedagógusok, és ugyanezt nevelték belém, és mai napig ugyanezt hallom otthon az édesapám. Ez a jellem, amelytől ember az ember, porból és szennyből a jellem emel fel. Közhelynek hangzik elsőre, olyan igaz, annyira igaz. Annyira igaz, hogyha közlekedünk a világban, akkor igenis, hogyha egyenesen megmondjuk face to face a másiknak, hogy mi a bajunk vele, és sokkal könnyebb az élet, és nem kell ügyeskedni. Akkor nagyon sok mindent tudtatok beleépíteni, belevinni az előadásokba. Milyen volt a próba hangulata? Tehát Szilárd tudott-e olyan fegyelmet diktálni? Itt azért három szereposztás játszik különböző napokon. Három szereposztással kellett végig próbálni ezt az elmúlt 3-4 hónapot. Tehát néha olyan szigorúságot feltételezhetett mondjuk Szilárd jelleme, mint mondjuk Torma Gedeonnak, Básti Lajos figurájának, nem? Igazság szerint én nem érzem ezt, hogy lett volna olyan nagy fegyelmezés. Vagy fegyelmezetlenség. Ugyanis mindenki olyan alázattal és olyan szeretettel jött be próbára. Azt láttam, hogy ezt a darabot mindenki szerette. Örömmel jöttünk be dolgozni. Persze mindig örömmel jövünk be, de valahogy mégis ezt a darabot még nagyobb szeretettel, még nagyobb örömmel kezdtük el, és csináltuk végig, és nagyon összehozta az embereket, és egy nagy összetartás volt itt, ezt vettem észre. Talán ez is az üzenete. Igen. Tehát az, hogy lehet. Tehát ma még lehet ilyet csinálni, hogy egy közösség összejön, és nagyon akarja, és mindenki akarja, és mindenki az ügy mögé áll, és abban a pillanatban egyszer csak elkezd működni. Nekem volt szerencsém még szerencsével beszélgetni 11 néhány évvel ezelőtt, és ő szegény nagyon küszködött azzal, hogy ő élete végéig Abigail maradt, de te viszont az elmúlt néhány éves pályafutásodban annyi minden voltál a Rómeó és Júliában, ugye a Júlia maga a főszerep és címszerep, és aztán utána a Rudolfban, Vecsere Mária, és egymás után jöttek a nagy szerepek, hogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon fényes pont az eddigi kurikulum vitétben, és talán a legösszetettebb, legtömörebb és legdrámaibb, sűrítményesebb. Igen, ennek nagyon örülök, és ezt igazság szerint a direktor úrnak, Kerényi Miklós Gábornak és Szilárdnak is köszönhetem, hogy nem vagyok tényleg így beskatujázva. És egyrészt azért örülök ennek, mert megmutathatom többféle színemet, ja, ami szerintem egy színésznő számára, még én nem vagyok az, de az leszek, a színésznő számára nagyon fontos, hogy ezt meg tudja mutatni, és nem nagyon adatik meg manapság a színészeknek és színésznőknek az, hogy megmutassa mindenféle arcát, és nekem itt ebben a színházban megadatott, és ezért nagyon hálás vagyok. Például a Szépség és a Szörnyetekben is egy kis karakterszerepet alakíthatok, Babettet, a tolseprűt, ami egészen más, mint mondjuk Vitai Georgina, az egy Disney figura. De kiterült rólad, hogy neked van egy komikusi vénád, egy komika vénád is van, tehát azért ez igen, szerintem fantasztikus. És ez tök jó, vagy a Konstancit megkaphattam a Mozartba. Neves színésznők után ugye Szénetár Dóra, illetve Simén Fabi Ágot a mai napig is játsza. És ez borzasztó nagy dolog, hogy ő utánuk én is játszhatok egy ilyet. És pláne, ahol több színész generáció találkozik, igen, Udvaros Dorottyával, igen, Balikó hát Tamással, Csonka Andrással, és sorolhatnánk. És hát egy nagy tanuló lecke az egész, egy rengeteget tanultam ez alatt a próba folyamat alatt tőlük is.
rengeteget, őket nézni, próbálni, ahogy minden egyes próbán, például Udvaros Dorottya is láttam, hogy minden egyes próbán másképp mondja a mondatokat, és látom rajta, hogy keresi, hogy melyik lesz az, ami igazán jó lesz, és de hát mind fantasztikus volt, de hát ő biztos magában tudja, hogy melyik lesz. Akkora volt a választék, hogy egyszerűen egyik nap azt mondtam, hogy ez a jó. Nem, aztán utána csinált valamit, ez a jó, ez lesz a jó, ez lesz a legjobb. És aztán így lassan-lassan együtt összehoztuk, hogy mikor melyik a legjobb. Hát az is elképzelhető, hogy ez olyan sikerszéria lesz, hogy akár itt Zsuzsi unokája is játszhat még az előadásban, de nem szeretnék a korral tréfálkozni. Feltételezi ez azt, hogy generációkon túlnyúlik majd ez az előadás. Ez is volt a célja. Igazság sok évadon. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és hosszú-hosszú éveket Abigailnek, és maradjon közöttünk. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, megköszönöm az önök kitüntető figyelmét, és várjuk önöket a jövő vasárnapon is. A mai műsorunkat már szerintem ma délutántól megtalálhatják a TV2 honlapján, a tv2.hu-n. Tartalmas szép hetet kívánok!